Javában főzik a puliszkát a bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete sátránál. A puliszka kukoricalisztból készül. Gyors, olcsó és változatos étkeket lehet belőle készíteni. Sokszor csinálok tejfüles csirkét, hozzá puliszkát, meg túrós puliszkát is szoktam csinálni otthon. A 4. Paksi Puliszka Fesztiválon kínálták édes és sós változatban is. Meggyes puliszkát, jó túrós fokhagymás puliszka tekercset, de kukoricalisztből készült pizzát is. Nagy sikere volt a szilvalekváros málénak és a jutúros gombócnak is. A színpadon egész nap fellépők sora mutatkozott be, erdélyi hangulatot varázsolva a Csengei Parkba. A délelőtt folyamán kerekasztal beszélgetés folyt Szabó Péter polgármester, Kovács Pál államtitkár és az Erdélyi Magyarok Tolna megyei egyesülete elnökének Bándi Imre, valamint Kutas Attila plépános társaságában. Nézzük meg, hogy város szinten, országos szinten hogyan látják az erdélyek, a székelyeknek a beilleszkedését az országba, akik Magyarországon élnek, és hogyan látják a határon túli magyarság, székelység jövőjét, és mit tudunk azért tenni közösen, hogy jobbá tegyük ezt a kapcsolatokat. A Puliszka Fesztivál az erdélyi ízek fesztiválja. A Marosvásárhelyről származó Pakson élő Siklósi Júlia zakuszkát hozott kóstolóba, melynek készítését édesanyjától tanulta. Hagymát dinszteltem meg, pritamin paprikát, paradicsomot, és olaj való hozzá még, só, bors, meg babérlevél. És ezt főzzük össze több órán keresztül. Fakat a szakadó eső sem riasztott el, mely a nap folyamán többször is elerett. Jó ízűen kóstolták az erdélyi söröket, pálinkákat és kézműves termékeket a helyi kilátogatók. Székelyföldi Muzsika kíséretében.